Két évvel ezelőtt kezdtem el falat mászni, és egyszerűen imádom azt is, és a többi mászósportot is nagyon megszerettem. De ahogy a barátaimnak mesélek erről, látom, hogy nem teljesen értik, hogy mondjuk mi a különbség a boulder és a falmászás között, vagy mi a különbség a via ferrata és a sziklamászás között, úgyhogy ebben a videóban mindent elmagyarázok, és remélem, hogy kedvet kapsz hozzá te is, mert az a helyzet, hogy teljesen kezdőként is el lehet kezdeni bármikor, úgyhogy én mindenkinek baromira ajánlom. Na akkor kezdjük a via ferratával. Ez egy olyan sport, amikor egy előre kiépített úton tudsz felfelé mászni egy sziklán, és végig ki van feszítve egy drótkötél, amihez hozzácsatolod magad a te biztosító kantároddal, és akkor így nem esel le, tehát hogy teljesen biztonsággal eljuthatsz olyan helyekre, ahol amúgy életedben nem mernél kimenni. Magyarországon is egyre több ilyen pálya van. Jelenleg 9 helyen tudod kipróbálni, helyszínenként 4-8 útvonallal. Kezdőknek a Cuha-völgyet és a Tatabányait ajánlom leginkább. Ha pedig itthon már kimásztál mindent, akkor Ausztriában és Olaszországban több száz pálya vár egészen gyönyörű tájakon. A pályák különböző nehézségűek A-tól F-ig. Az A és a B az nagyon könnyű, arra bárki rámehet, akár gyerekkel is ki lehet próbálni. A C az már tud meglepetéseket okozni, a D pedig kifejezetten nehéz. Szóval a D-re csak akkor menjél rá, ha már egy C-t meg tudtál csinálni, és maradt még erőd a végére. Az E az iszonyatosan nehéz, az F az gyakorlatilag teljesíthetetlen. Magyarországon csak egy darab F-es pálya van, úgyhogy igazából azt még én sem próbáltam ki soha. E-et már csináltam, de pokoli nehéz. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy AB-vel melegíts be, és utána egy C-vel kezdjél. A pályák egész évben éjjel-nappal nyitva vannak és ingyenesek, de azért természetesen nem a tél az ideális évszak erre a sportra. Felszerelés. Szükséged lesz egy beülőre, ebből igyekez kényelmeset találni, mert bár via ferrata közben nem sokat ülsz benne, de ezt más sportban is tudod majd használni. Ezen kívül kell egy via ferrata kantár, ezzel csatolod magad oda a drótkötélhez. Nagyon-nagyon ritkán esnek le az emberek ferrátazás közben, úgyhogy egy kantár valószínűleg hosszú évekig kitart. Szükség van még egy sisakra, egyrészt kőhullás ellen, másrészt védi a fejedet, ha mégis leesnél. És legyen egy kesztyűd, hogy ne menjen szét a kezed a drótkötél markolásától. Na akkor térjünk is át a következő sportra, a falmászásra. A falmászás pedig egy beltéri sport, úgyhogy egész évben űzhető. Eredetileg a sziklamászók találták ki, hogy télen is tudjanak edzeni, de azóta most már önálló sporttá vált. Itt úgy kell felmásznod a falon, hogy csak az egyforma színű fogásokat használhatod. Közben biztosítva vagy egy kötéllel, aminek a másik végét a társad tartja, ő biztosít igazából, úgyhogy ez egy kétemberes sport. Ezzel a felső biztosítással, amit top rope-nak hívnak, nagyon biztonságos a mászás. Tényleg alig esel vissza, ha mégis leesnél a falról, úgyhogy gyerekeknek meg kezdőknek is tökéletes. Az utak nehézsége 4A-tól kb. 8C-ig terjed, vagyis igazából tovább is, de egy 8-as nehézségi utat csak maroknyi ember tud megmászni az országban, úgyhogy én annál nehezebbet nem láttam még. Egy kezdő felnőtt ember kb. 4C-ig tud mászni, én pedig körülbelül 6B-ig jutottam el. A 7-es vagy a feletti utak már elképzelhetetlenül nehezek, heti többszöri gyakorlást igényelnek. Az utakat pedig időnként cserélik, hogy mindig izgalmas maradjon a dolog, amikor jössz ide, akkor mindig van néhány új útvonal. Elég kevés terem van az országban, mivel nagyon nagy belmagasság szükséges hozzá, itt egy fal kb. 17 méter magas, ami mondjuk 5 emelet. Budapesten 6 terem van, és még az országban szétszórva további 6-ot találsz. Ehhez sokkal kevesebb felszerelés kell, amit a teremben mindig lehet bérelni, de hamar megéri sajátot venni. A beülő azonos itt is, és itt többet ülsz benne, úgyhogy még fontosabb, hogy kényelmes legyen. Érdemes lógva is kipróbálni a boltban. Kell még egy mászócipő, aminél kéri tanácsot a vásárlásnál, mert a méretet nagyon el kell találni. Nem lesz kényelmes, akkor jó, ha nagyon szorít. Ezen kívül még kell magnézia, amit mindenki ziának hív, ez egy por, ami szárazon tartja a kezedet. És ehhez kell egy kis tartó, ami a beülődön lóg, hogy menet közben is tud használni. És kell még egy biztosító, ami nem engedi lezuhanni a mászó embert, akkor sem, ha a biztosító ember elront valamit. Amikor először eljössz a terembe mászni, akkor megtanítanak biztosítani egy negyed óra alatt, de utána már indulhat is a mászás, szóval nagyon hamar el lehet kezdeni élvezni a sportot. Úgyhogy én mindenkinek nagyon ajánlom, teljesen kikapcsolja az agyadat és át is mozgat. Tökéletes. Viszont most menjünk át a következő sportunkra, a boulderre. A harmadik sport pedig a boulder. Itt sokkal alacsonyabb, de sokkal nehezebb utakon mész felfelé. Itt ugyanúgy az azonos színű fogásokat kell követni, tehát itt mondjuk a pirosat, de itt nincsen kötél, nincsen biztosítás, hanem az egész padló szivacsból van. Úgy ebből a magasságból le tudsz csak simán ugrani. Egy jó teremben nagyon izgalmas és változatos utakat tudnak kiépíteni, tényleg igazi jó szórakozás tud lenni. A buldert egyedül is el lehet kezdeni, de persze azért társaságban a legjobb, viszont az egész közösség nagyon befogadó, úgyhogy új barátokat is könnyen lehet itt találni. Bulderterem rengeteg van Magyarországon, mivel ehhez nem kell olyan extrém nagy belmagasság. Budapesten is van nagyjából 20 terem, legalábbis elsőre ennyit találtam.
Ehhez a sporthoz kell a legkevesebb felszerelés, gyakorlatilag egy cipővel el lehet kezdeni, de azért egy jó nagy zsák zia is jól fog jönni, az biztos. Ezeket is persze lehet bérelni a teremben, de szintén megéri hamar megvenni. Na, de szerintem térjünk rá a következő sportunkra. És a negyedik, a legextrémebb mindközül a sziklamászás. Ennek is kétféle verziója van. Van az előre kiépített utakon, ilyen előre felfújt nittekbe akasztasz és ott biztosítod magad, vagy a teljesen vad, amikor semmi nincsen előkészítve, és mindenféle eszközzel te magad rögzíted magad a sziklához. Én az előbbit fogom most kipróbálni, ez bőven elég izgalmas nekem, igazából a tradmászást nem is tervezem megtanulni soha. Most itt Rókahegyen vagyunk, Budapest mellett Ürömön, rengeteg útvonal van itt, amit lehet mászni. Az egész országban pedig több száz, vagy talán több ezer sziklamászó út is van, gyakorlatilag ahol csak hegy van, ott biztos, hogy találsz majd mászó útvonalat. Felszerelésből ehhez kell a legtöbb, de szerintem úgysem ezzel érdemes kezdeni, hanem a többi sportággal, és mire idáig eljutsz, addigra a cuccok nagy része már úgyis megvan. Ehhez is kell beülő, cipő és sisak, és pluszban kell még venned közteseket, és természetesen egy kötelet. De még egyszer hangsúlyozom, hogy a sziklamászás csak profi segítséggel kezd el. Először felső biztosítással megmásztam az útvonalat, amit kinéztünk, ez ugye a sokkal biztonságosabb verzió, és utána fogok nekiállni az igazi mászásnak elölmászva. És életemben először most fogok elölmászni sziklán, izgulok is rendesen, úgyhogy nézzétek meg, hogy hogy megy. Ennél a mászásnál tehát nincsen fent kötél, hanem te viszed magaddal alulról, és menet közben a rajtad alapból lógó közteseket a nittekbe beakasztva biztosítod magad. Majd mindjárt megértitek. Ez mentálisan sokkal nehezebb, mint a felső biztosításos mászás, és itt ha esel, akkor sokkal nagyobbat is esel, úgyhogy itt tényleg észnél kell lenni. A körülmények sem tökéletesek ma, 2 fok van, az év leghidegebb napján jöttem ki természetesen, úgyhogy az ujjaim kezdtek elfagyni, ahogy haladtam fölfelé a hideg sziklán. De ahhoz képest elég jól ment, őszintén jobban ment, mint amire számítottam, úgyhogy nagyon boldog voltam. Pontosan nem tudom az okát, de a teremben, amikor gyakoroltam az előmászást, akkor jobban izgultam, mint itt. Lassan már láttam, hogy közeledek az út végéhez, úgyhogy nagyon örültem, ez még több erőt adott, és amikor felértem, nagyon elégedett voltam. Na, megcsináltam! Egész jól ment, nem is izgultam annyira, mint gondoltam, úgyhogy baromira örülök. Úgyhogy mehetünk most még egyet. Na, és most szerintem már mindent tudsz erről a 4 sportról, vagy ha nem is mindent, de ahhoz elég, hogy láss, hogy tetszik-e vagy nem. És én mindenkinek nagyon ajánlom, hogy próbálja ki, mert iszonyatosan élvezetes. Minden így igazából. Úgyhogy hajrá! Sziasztok!